Egyhetes iskolaszünetet rendelt el a szerb kormány jövő hétfőtől az influenza járvány miatt. Ezzel akadályoznák meg, vagy legalább lassítanák a vírus terjedését az országban, ahol eddig 29-en haltak már meg. A legtöbb beteg Dél-Szerbiában van, a Vajdaságban viszont kevesebb az influenzás. Közben Horvátországban már 75 áldozata van a járványnak, ami rekord, és Romániában is már 120-an haltak meg a vírus okozta betegségben. Várakoznak a betegek ebben a szerbiai rendelőintézetben. Idén az országban már 104 ezeren betegedtek meg influenzában. Magas 39 fok feletti láz, gyengeség, izomfájdalom. Ennél a fertőzésnél köhögés, nehéz lélegzetvétel is jelentkezik. Az ilyen esetben azonnal orvoshoz kell fordulni, mondja házi orvos. Az országban egyhetes rendkívüli tanítási szünetet rendeltek el a járvány miatt. A diákok február 25-én mennek majd megint iskolába. A regisztrált betegek között nagyon sok a gyerek és a fiatalkorú. Szerbiában ugyan elérhető az influenza elleni vakcina, de az országban annyira elterjedt az oltás ellenesség, hogy szinte senki sem él ezzel a lehetőséggel. Az egyik kereskedelmi televízió Jagodinában 12 járókelőt kérdezett meg, hogy véleményük szerint hogyan lehet az influenza ellen hatékonyan védekezni. Teát iszom, banánt, narancsot eszem, ez biztosan megvéd, mondja ez a férfi. Sokan gondolják még, hogy a szellőztetés, a fokhagyma és a pálinka rendszeres fogyasztása is hatásos a vírus ellen. Az influenza elleni oltást, mint lehetséges védelmet azonban senki sem említette. Horvátországban 75-en haltak meg a járványban, és több mint 48 ezeren betegedtek meg. A halálos áldozatok többsége idős krónikus beteg volt, de középkorúak és gyerekek is életüket vesztették a betegségben. A járványt az influenza vírus A-típusa, a H1N1 okozza. Ez a vírus az elmúlt években nem jelent meg, úgy is mondhatnánk, hogy rejtőzködött, de most nagyon fertőz. Az emberek szervezete nem áll ellen ennek a vírusnak, ezért betegszenek meg ennyien, mondta a járványügyi szakember. A legtöbb megbetegedést Zágráb megyében regisztrálták, de rohamosan terjed a fertőzés az ország keleti felében is. A Horvát Közegészségügyi Intézet az idei influenza szezonra 350 ezer oltóanyagot rendelt, amely 3 hét alatt elfogyott, így decemberben már nem lehetett hozzájutni a vakcinához. Szakemberek szerint a következő hetekben alább hagy a járvány intenzitása, és csökken a megbetegedések száma. Közben Romániában 120 ember halt meg az idei influenza járványban. Továbbra is a déli megyékben van a legtöbb megbetegedés. Az egészségügyi hatóságok szerint nem súlyosabb a járvány a tavainál, de idén korábban érkezett. Jönnek ide kórházba, látogatóba az emberek, és nem tudják megérteni, hogy beteg hozzátartozóikat mekkora veszélynek teszik ki azzal, ha megfertőzik őket, mondja az igazgató. Több romániai megyében ezért látogatási tilalmat rendeltek el a kórházakban. A héten 104 ezeren fordultak orvoshoz influenza-szerű tünetekkel. Ez a szám alacsonyabb, mint az előző heti. Az egészségügyi szakemberek szerint ez annak köszönhető, hogy tanítási szünet volt az egész országban. Magyarországon is tart még a járvány, de az elmúlt egy hétben már kevesebb új beteget regisztráltak a rendelőkben, mint egy héttel korábban.